A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Következik a Fanoptikum. A dal a miénk. Sziasztok, ez itt a Fanoptikum, avagy a dal a miénk. Egy műsor zeneszeretetről, alkotásról, zeneszerzésről, zeneszerető emberekkel, zenerajongókkal és zenerajongó embereknek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és nagyon szépen köszönöm Madarász Gábornak, Madinak, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Sziasztok! Igen, megbeszéltük, hogy belenézünk a kamerába. Köszönéskori, így. Hellosztok. Hello. Azon gondolkodtam idefele, mikor jöttem, hogy egyszer azt mondtad, hogy azért nagyon jó turnézni, és ugye előbb is beszélgettünk már itt a zenélésekről, beugrott egy-két ilyen turné emlékkép, hogy azért is jó nagyon turnézni, mert hogy az annyira inspiráló a stúdióban, amikor alkotni kell, és akkor ezekből lehet merítkezni, lehet építkezni. Igen. Miből építkezel most, 2021-ben? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, az ember mindig keresi az utat, hogy merre induljon el. Egy nagyon jó példa volt, Robert Fripp mondta erre egyébként. Nem az én ötletem, pedig nagyon jó gondolat. Azt mondta, hogy az ember egyrőben idősödik, egyre több év telik el. És mindig kell várni az inspirációt. És azt mondta, hogy az ember azt ki kell fejleszteni egy technikát, hogyha az inspiráció a szél, és kevésbé jön már, mert az ember idősödik, akkor nagyobb vitorlákat kell felszerelni. Azt hittem, hogy akkor kell venni egy ventillát. Ez a másik, igen, de igazából nagyobb vitorlákkal kell élni, kicsit jobban oda kell figyelni az emberek magára belül, hogy mi szólal meg a fejébe vagy a szívébe, és akkor azt, hogy próbálja így szortírozni, hogy az most jó-e vagy nem. Tehát eljutsz odáig, hogy így a 95% a pocsék. Én azért azt nem mondanám, mert hogy az elmúlt években azért volt három fő vitorlád is, mondjuk az egyik a sima, tehát idézőjelben sima dalszerzés, igen. A másik a filmzeneszerzés, igen. És a harmadik pedig a reklámzene. Igen. Ezekben az időkben van olyan vitorla, ami jobban tagad? A reklám az bevonódott valami oknál fogva. Az így eltűntem ebből a dologból, nem miattam egyébként, csak egész egyszerűen kikopott. Valószínűleg kikoptam, igen. Nem baj, mert más meg visszajött, a dalszerzés inkább megérkezett, turnézás inkább megérkezett, most nyilván nem. És mondjuk a film megint elindult, meg most éppen dolgozom egy filmen, de valahogy az élet nekem mindig úgy hozta, hogy így, hogy ezek a dolgok, hát egyszerre történne mindez, valószínűleg megbolondulnék, hanem mindig ezt ilyen viszonylag kényelmesen tudtam intézni. Bocsi. Tehát, hogy így valahogy úgy alakultak mindig a dolgok, hogy így egyik átvette a másik helyét, de ilyen finoman átmenetekben így, valahogy így, nem tudom, így alakult. Ezek az átmenetek, most így hirtelen olyan emlékképeket váltanak ki belőle, hogy tulajdonképpen valaki, vagy többen is mondták, ez egy ilyen urbán legenda, a 90-es évek végéről, a 2000-es évek elejéről, hogy bement az akkori Danubius rádióba egy illető, és hát elkezdte fogadni az ottani szerkesztőt, hogy árulnál nekem, hogy tényleg itt küldjük be a jobbnál jobb számokat, miért nem játszátok a számunkat, sőt, nem csak a miénket, hanem sokkal menőbb más egyéb rockbandák, és mi a gond? Tehát, hogy mi volt a válasz? Az, hogy hát meglepő módon az a helyzet, hogy nem szeretnénk a hallgatókat fárasztani mindenféle gitárszólókkal, másrészt meg nagyon veszélyes is, mert megijednek a gitárszólótól, és akkor berántják a kocsit az árokba, uh-huh. És ez volt a válasz. Uh-huh. Na most szemem nem rebbent egyébként. Akkor igaz az urbán legenda? Ez persze. Ezt te hogy élted túl, mint gitáros? Mert ez mondjuk ezért így érdekel, hogy vannak hullámvölgyek, de ez elég erős. Én alkalmazkodtam ehhez, de, mert ugye változtatni nem tudsz rajta. Ilyenkor meg alkalmazkodni kell, gondolom én. Egyébként nekem van erről egy elméletem, hogy ez miért alakult így ki. Na, halljuk akkor. Furcsa lesz. Azért alakult így ki, szerintem. De ez csak az én magánvéleményem, és nem sértődik meg senki. De ez egy urbán legenda, szóval nem tud senki meg. Amit most én mondok, az már annyira nem az, az már egy elmélet. És az is lehet, hogy egy teljesen más rádióhoz ment be az illető. Igen. Csak mondtam egy olyat, ami már nem létezik. Már nem létezik, igen. Szóval szerintem ez úgy alakult, hogy a rádiósoknak a többsége, azok diszkósok voltak. És ezek az emberek egész egyszerűen nem szerették a rockzenét. Tehát nyomokban tartalmazott gitár. Ők ezt annyira nem szerették, ezt a dolgot, és mivel valamilyen módon ezek az emberek bekerültek a rádiókhoz, ki így, ki úgy,
ezek az emberek a saját ízlésvilágukat vitték tovább, és innentől kezdve ők lettek a rádiószerkesztők. Tehát, hogy és innentől kezdve, most őszintén ülsz a Magyar Rádióban 1980 nem tudom hányban. És akkor mit tudom én, milyen pártvezetés, nem tudom, ki irányított ezt a rádiót, és azon gondolkodtak, hogy kit hozzunk be, hogy a fiatalok ízlését kiszolgáljuk. Hát behozunk valakit. Érted? Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a 80-as, 90-es évekre ezeket az éveket végig gondolva, szerintem igazad is lehet. Szerintem a 70-es évek végén azért nem mondanám ezt, mert hogy szerintem például a diszkó az nem nagyon tudott volna létezni gitár nélkül sem. De igen, de senki nem gondolta át. Tehát, hogy az jó, egy ösztönös fejlődési folyamat. Igen, igen, senki nem gondolt át, de mondjuk szerintem... Le is cserélték szintire azonnal, amikor átgondolták. Hát, egyrészt, mert nem kell kifizetni a gitárost, ez ilyen egyszerű. Hát gondolj bele, ma egy csomószor azért nincsen gitár dalokban, mert nem akarják kifizetni az ember. Ami bár belegondolok, dobosként belegondolok, igen, azt sem értem. Hát ez pont így van. Hát persze, gondolj, egyszerűbb nem. Kifizetni egy ember, nem kell fizetni stúdiót, megcsinálj egy pinyóba. De mondjuk a gitár még mindig nem szól olyan jól, nem? Mármint szoftveresen, tehát hogy szimulálva számítógépek. Már nem ezt csinálják. Én azt vettem észre, hogy az illető arc, aki csinálja a nótát, egy picit tud azért gitározni, mert látott ilyet közelről, meg dolgozott zenekarokkal, és kiskorában gitározott. És ugye a mai rendszerekkel hangonként össze lehet vágni valamit. Ha hallod a diszkos lágerekben, ugye mindenkinek mindenhol telekasztál van, ez a dróthang, tudod. És azt szerintem, de ez lehet, hogy téved, szerintem azt csinálják, hogy ül Joe, vagy nem tudom, vagy Judith, most itt mondtam valamit, és így fogja, hogy már egyensúlyban legyünk, fogja azt a gitárt, ami ott porosodik a sarokban, azokkal a 12 éves húrokkal, ami rajta van, bedug és matat. Ezzel semmi baj nincsen. Matat, és nem hív fel senkit, mert egyrészt nem ismeri őket, másrészt nem akarja őket kifizetni. Most mi hozzon be egy ilyen összakálú barmat, érted, mint én neki, azt mondja, ne finne hülyeskedj. Tehát nem, mert akkor már az ő, tehát ő fogja magát, megfogja a gitárt, és a maga kis módján, lehet, hogy marha jól billentyűzik, vagy az se, maga kis módján bejátsza a hangokat, amiket összevág, behangolja, és abból lesz, csinálja egy loopot. És az a loop végig megy a nótában. Gyakorlatilag ennyi a gitár. Mondjuk tény, ami tény, hogy most már nem kellenek olyan hosszabb ívek egyébként a zenében, vagy a zene készítés során is, tehát akár két ütemből is meg lehet csinálni, persze, mondjuk egy komplet verzét, egy ütem ismételgetésével, beismételgetésével egy komplet refrént. Hát, tehát ha végül is csak ennyit tudok, akkor már végül is sikerélményem is lehet, sőt, akár effektív, eladhatóvá válik a dal. Nyilván, mert ugye kihatározza meg, hogy ez most jó vagy sem. Most visszatértél a 90-es, 2000-es évekre. Szerintem ott odáig volt, mindig volt mihez viszonyítani. Tehát mit tudom én, ilyen 99-2000 tájéken még volt mihez viszonyítani. De a Mobidik együttesben ezt úgy hívták, hogy a véres kard. Az azt jelentette, hogy ehhez képest mi mik vagyunk. Most érted? Most én azt érzem, hogy ma ez nincs így. Tehát én ma azt érzem, hogy ma bár anything goes. Bármi mehet. Mert nincsenek már origók. Ne vegye magára. Tehát nincs már semmi olyan, amihez képest azt mondja, hogy na jó, de ez nincs már ilyen. Ez szól egyfajta kompromisszumról, egy nagyon komoly kompromisszumról az önszerzésnél, és egyszer azt nyilatkoztat, hogy, és most lesni fogok, hogy pontosan idézzek tőled, anyagilag és erkölcsileg is alkalmazkodni kell, igen, ahhoz, hogy rádióbarát zenét tudjon az ember csinálni. Volt ilyen te életedben? Ezt... A elárulható egyáltalán? Tehát, hogy most így utólag lehet, hogy esetleg megmosolyogtató történet? Hát figyelj, mondjuk én, hogyha dalt írok, és valakinek írom, akkor olyanra írom, amilyen ő, igyekszem olyanra hangszerelni, amilyen ő, és igen, gondolok arra, hogy lejátszél rádióvet sem. Tehát ez van, ez létezik. Neveket nem mondani. Nem mondaná neveket. Nem. Tehát, hogy ez létezik. Anyagilag és erkölcsileg alkalmazkodni kell bizonyos trendekhez. Ahhoz, hogy írsz valakinek egy dalt, ennek mi a célja? Tehát mi a célja egy dalnak a megírásának? A dalnak a megírásának az a célja, hogy az illető eladó ezzel sikeres legyen. Ja, hirtelen azt akartam mondani, hogy jól érezze magát az illető, aki énekli, mondjuk, hogy előadja. Igen, én azt vettem észre, hogy az, hogy jól érezze magát, vagy jó érzés legyen ez neki, ez szerintem, ez már nincs így. Szerintem már az, hogy sikeres. Mármint, hogy egybeforta azzal, akkor mondhatjuk a ő azt sikeres is, akar lenni. De mi a siker, meg ebbe belemehetünk, hát, persze. A siker az, hogy jól érzem ettől. Igen, az a fajta siker. Most. Igen, de mitől érzi jól magát? Mi a célja? A célja az, hogy írjunk egy olyan dalt, ami neki tetszik, a rádiónak tetszik,
a közönségnek csak úgy tudjuk eldönteni, hogy tetszik-e, hogyha a rádió lejátsza, mert egyébként nem fogja tudni a közönség, hogy ez micsoda. Igen, ez a kemény dió egyébként, most akkor játszom, vagy nem játszom. Hogyha nem játszol a rádió, akkor van egy jó dalod, felteheted a YouTube-ra, vagy bárhová, de igazából meg a Instagramon lehet vele kicsit izélgetni, de az már csak ilyen 30 másodperc, és mondjuk a mi van még a Spotify-ra föl lehet tenni, de hogyan jut el a közönséghez? Ez a legnagyobb kérdés. Hát ugye ez a legdurvább, hogy pont hogy szóba jött ez, hogy hiszem napi 47 ezer zenét töltenek fel csak a YouTube-ra, vagy lehet, hogy együtt a Spotify-on, nem akarok rossz számokat mondani, de a 47 ezer az még, vagy a 43 ezer még megvan. Ha csak külön-külön is nézzük ezt, tehát ez egy olyan dömping, hogy nem is tudom, hogy hogy jut el pont hozzá mondjuk az a 43 ezret, az az egy, az a napi egy, hát hogy én egy jó zenébe belefussak. Egyébként az algoritmusok elég viccesek, és egész jól kitalálják már a gondolatainkat. Hát igen. Ami egyébként szerencsés tud lenni másrésztről, meg egyébként itt ilyen bábeli zűrzavar kell, és közepén van az ember, és rémisztő. Hát szerintem te is abban nőttél fel, hogy vegytél ikonikus lemezeket magadnak. Hogy másoltunk kazettákat, ha lejött a parkba az a srác, akinek volt két kazettás magnója, mert nekem nem volt. Pontosan. Tehát még te is ebben nőttél fel, pedig én egy generáció idősebb vagyok, mint te. Nekünk, én még mindig ebben vagyok analóg módon, pedig nagyon jól tudom, hogy ez már rég nem az az igazság. Az igazság az, hogy valaki megböki a telefonját, és valamit éppen hallgat, és menetelnek a haverokkal, és szól ez a boombox a hátizsákról fellógatva. Igen, hát ez egy nagyon nagy steng, de az, erre szerintem a kezdetfiai mondta az egyik legnagyobb mondást, Szájidék, meglepő módon egyébként rapperek is tudnak nagyon-nagyon izgi dolgokat mondani. Nyilván. És a valóság az a baj, hogy nincsen hozzá háttérzene. És ebben a pillanatban megoldódik a történet, mert így innentől kezdve a valóság elviselhető. De ez végül is mondjuk 85-ben is megvolt, meg 86-ban is, akkor mondjuk az eddások szálltak fel mondjuk a, nem tudom én, az 59-es villamosra, és anyukám óvva rántott magához, hogy nehogy valami baj legyen. Mit történt volna? Semmi. Viccesek voltak, volt nem tudom, 15 darab góliát elem belegyömöszölve abba a baromi nehéz magnum, hogy ezt ki tudják vinni, és gondolom fél óra múlva, mire kiértek a helyszínre, már leismerült, úgyhogy véget ért a buli, de akkor maradt a kőben is. Viszont a lényeg az, hogy végighallgatták azt a lemeznek az A oldalán. Ma ez nincs. Ma nincs olyan, hogy végighallgatok egy lemezt. Ezért el is múlt ez a lemezkészítés. Egy nótára koncentrálnak az elején, majd még egyre, vagy akkor van négy számunk, az fönn van, és már milyen a nézettség. Ha jó a nézettség, akkor belefutunk esetleg egy albumba. Hát igen, a nézettség meg ugye megkérdőjelezhető, hát meg az sokszor manipulálható. Igen. És egyébként meg káosz. Valahogy a fiatalabb korosztály meg az egészen kicsik is már úgy vannak szocializálva, hogy nem hogy egy albumot, hanem egy számot sem hallgatnak végig. Tehát saját szememmel láttam olyat például az egyik vidéki nagyvárosban, hogy egy bábelőadás alatt a gyerekek ültek egy hatalmas főtéren, és egyik például, hogy felemelte egyik kisrác a kezét, és elkezdte így húzogatni így a levegőt, és nem értettük, hogy mi van, és ő úgy gondolta, hogy ez egy a valóság, az úgy működik, mint mondjuk egy nagy telefon, igen, vagy egy iPad, és ő már lépne tovább. Tehát nem, hogy jött a Paprika Jancsi, de neki az nem volt buli, és ő igen, már húzta volna tovább. Pörgetni tovább. Tehát hogy ez a zenehallgatási gyakorlat változott meg. Most ehhez kell valamilyen szinten alkalmazkodni, de hogy van ez az egész? Tehát, hogy érted? Ja. Térjünk rád vissza. Okay. Az jutott eszembe, hogy ilyen vidám kis képet festettünk most a jelenlegi helyzetről. Igen. Ezért azt elmondhatjuk rólad, hogy olyan zenekarokban játszottál az elmúlt pár évtizedben, években, amiben van három olyan is van, inkább így mondanám, amiben mondjuk, de sokkal több is akár, amiben így érdemes lenne megöregedni. Igen. Miért van az, hogy mondjuk... Nem öregettem bele egyébként. Egyrészt nagyon jól tartod magad. Köszönjük, elhagyos. Másrészt, hogy mikor jön az a pont, amikor az ember mondjuk vált, vagy ez csak így dobja az élet. Tehát, hogy miért az ember? Igen, tehát, hogy te például hátradőlhettél volna úgy is már, nem tudom én, idézőjelben, tudom én, 99-ben, hogy én a következő, nem tudom, 30 évben biztos, hogy az Ákos gitárosa és dalszerzője leszek partnere. Uh-huh. Vagy mondhatnád ezt ugyanúgy mondjuk a Ruzsa Magdi esetében, vagy mondhatnánk akár a Hobó esetében is. Tehát nyugodtan hátra lehetne tőle, és azt mondhatnád, hogy én rendben vagyok, nekem nem kell már új dolgokon agyalni. Ez nagyon jó kérdés. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy érezni, egyszerűen váltani kell néha. Tehát
és nem maga a váltás izgalmas, hanem érezni kell azt, hogy én mit tudok hozzátenni ez a produkcióhoz. Ha én azt érzem, hogy én már nem tudok ezt hozzátenni, akkor váltani kell. Ilyen egyszerű. Tehát amikor érzed azt, hogy nem az, hogy feleslegessé válsz, mert az, hogy az ember gitározik egy produkcióban, hátra lehet dőlni, az engem úgy igazából soha nem égített ki. Tehát én mindig szerettem volna a kreatív folyamatokban részt venni, lehet, hogy Becsványból, lehet, hogy Caritasból, és vagy lehet, hogy kreatív bolhásságból kifolyólag, kreatív férkeséből kifolyólag, vagy mindegyszerre. Tehát ez is lehetséges. És amikor úgy érzed már, hogy te ez már nem tudsz hozzátenni ez a történet, ez a minden nincs ilyen... Nincs több mondani valót. Nem, van zeneileg, több. Lehet, hogy körbejártuk mi azt már, ami ebben az adott úgynevezett projektben, nevezhetjük így csúnya szóval, projektben létrejön, és akkor az ember úgy érzi már, hogy ezért már nem, egyszerűen én nálam ez ennyi volt. Én nem tudok többet ebbe beletenni. És akkor váltani kell. Ezt gondolom. És ennyi év után van olyan szám, amire azt tudod mondani, akár csak egyet ki tudsz emelni, amire azt tudod mondani, hogy erre vagyok a legbüszkébb, vagy éppen ezért, akkor nem is fejezem be a kérdést, mert az lehet van, hogy csak korszakokat tekintve, tehát hogy az első Ákos korszak, vagy a mostani, vagy a Ruzsa Magdival közös zenélésed. Van. Van, nekem van egy nóta, amire azért büszke vagyok. Nem szakmai. Top lista élém a szívedben? Azonban nem emlékszem a címére, és ez annyira ciki. Ez egy hobó szám volt, és a Circus Humoricusom van rajta. Pedig még gondoltam is rá idefele jövet. Majd eszembe jut, jó? Tehát ez egy, minden korszakban van olyan óta, ami nagyon kedves a szívemnek, de ez nem szakmai, meg nem, ez nem egy ilyen szakmai dolgok, vagy nem szakmai magasságok, vagy mélységek, hanem inkább ezek ilyen érzelmi ügyek, amitől úgy érzed, hogy az úgy tényleg te vagy. A hobonázan óta ez azért ugrott be, mert ezt megálmodtam. Ez effektív. Effektíve. Tehát az oda az érdekes, hogy a hobó adott szövegeket, és válogattunk szövegekből. És én elolvastam az egyik szöveget, és nappal. És nagyon tetszett. És akkor lefeküdtem aludni, mit tudom én, egy körül, és fél háromkor felébredtem, és a fejembe szólt egy dallam, és annak a kísérlete egyszerre. És mondom, ez nem hiszem, ezt meg kell csinálni azon nyomban. És így azon nyomban nekiálltam, és ez egy refrén volt. Merlin, igen. Tehát, hogy ez egy refrén volt, és egy vonós hangszerelése jutott az eszembe. Tehát azt szólt a fejembe egy vonós hangszerelés, és egy akkor menettel, ami rajta van egy dallam. És képzeld el, nem hülyeskedek, totálisan stimmelt annak a szövegre, amit ő adott nekem korábban. Érted? Nekem ezért tetszik nagyon ez a dal. És egy viszonylag bonyolultabb refrén, mint amit a hobótól megszokhattunk, mert a Laci az ilyen kemény, ez meg egy ilyen lágy, finom kis dolog, és mondom, azonnal imádtam. Tehát innentől kezdve már egyszerűt elindulni a dalban, hogy akkor az hogyan lesz tovább, mert egy alaphangulat megérkezett ezzel a refrénnel. Én nagyon szerettem ezt a dalt. Nehéz volt élőben játszani, mert ezt mondjuk majd, hogyha majd meghallod, de... Azért mosolyogok, mert egyrészt nagyon sok minden hirtelen eszembe jutott, tehát az is, hogy például John Lennon ugyanúgy megálmodta a Beatles nevet, mint olyat, tehát ugye a kis figura, amit szaladgált álmában egy tortán, és hogy legyetek Beatles! És akkor... Én hallottam legalábbis egy ilyen sztorit. Tehát, hogy azért, és eléggé bejött. És azért esetedben is azért nagyon megmosolyogtató a történet, mert ezt most nem mondtam el a műsor elején, nyilván akik már hallgatták a korábbi adásokat, azokat... Nem. De erről a lemezről választottam. Mert ugye, hogy arról volt szó, hogy én is választok egy dalt a te munkásságodból. Igen. Gondoltam, hogy és nem árulom el előre, hogy mi az, és majd itt ki fog derülni, és te is hoztál magaddal egy dalt, de akkor legyen most az, hogy meghallgatjuk azt a dalt, amit én választottam. Jó. És ez nem más, mint a Hobó Circus Hungaricus lemezéről. A... Nem tudom. A harmadik, negyedik szám. Nem tudtam eldönteni sokáig, hogy melyiket. Tehát, hogy a Csipollát válasszam, vagy a Késő van már, de a Késő van már választottam, úgyhogy most hallgassuk ezt meg. Fanoptikum. A dal a miénk. És ez itt továbbra is a Fanoptikum, ez pedig... Hát a Késő van már című szám volt, és kicsit elbizonytalanodtam, mert hogy te magad is elbizonytaltál, hogy neked mi volt erről az albumról a kedvenc számod. Tehát ez egy hobó szám, és most miközben ezt hallgattuk, elárultad, hogy
hogy egyébként az a vicces, hogy te inkább a csipolát jobban szeretted. Igen, igen, mert unikális. Akkor elmondom én, hogy miért hezitáltam, hogy, és hogy miért ugye elve egyet kell választom, ez tök béna. Mondjuk oké, hogy én találtam ki, de egyébként tényleg béna vagyok. A másik dolog, hogy az én fejemben az új szerepe, hogyha mondjuk most 1978 lenne, és mondjuk megjelenne ez a kislemez, és van egy A, meg egy B oldala ugye egy kislemeznek, akkor ez a két szám szervesen összetartozna. Nálam, az én fejemben valahogy úgy állt össze az album hallgatásánál, hogy valami miatt ez működik együtt, ez a két dal. Nevezetesen azért, mert ez egy tökéletesen jó ilyen korlenyomat, meg társadalomkritika egyben, hát, meg egy... hogy szövegileg annyira erős a... Ezt a Laci úgy tudja, hogy ez döbbenetes. Tehát, hogy én ennyit tanultam, ez az a lemezkészítésnek nem ez egy olyan volt, mint hogy bejártam volna egyetemre. De elmondod nekem akkor, hogy én miért választottam majdnem a csipolát például? Azért majdnem miért a csipolát. Miért választhattam volna majdnem a csipolát? Igen, mert nagyon sokat gondolkodtam rajta. Azért választhattad volna, mert ez a dobosok rémálma, az a nóta. Klasszik. A dobos rémálom, mert story. Közben swing. Igen, miközben, igen. Tehát, hogy ez egy ilyen... Tehát triolás lüktetésű. Triolás lüktetésű, de közben mégsem az, meg közben a basszus meg egyenes, tehát, hogy ezek ilyen fura ügyek. Vannak benne vagány oranzsok is. Igen, igen. Tehát olyan, kicsit, mint hogy a Totónál, kicsit fifikásabb. Igen, fifikásabb, igen, de közben van egy... Brutál, de közben brutál. Igen, de én azért gondolom, igen, tehát hogy unikális, meg az, hogy egy blues notát eljátszani mély H-ban, tehát az... Itt pislogok, igen, egyszerű dobos vagyok. Metalzenekar. Igen, igen, és lebohangolva. Ide, és ez a bluesba játszva. Tehát, hogy ez egy ilyen... És azért is van akkor olyan ereje. Igen, ez direkt, abszolút direkt volt. Tehát mert hogy nagyon sötét, egyébként az egész albumnak van egy nagyon sötét nagyon tónusa. Nagyon dark. De hát a Laci szerintem átment egy ilyen perióduson, és mondom, a szövegek adták, amit ő gondolt. Nekem nagyon egyszerű dolgom van. Ugye azt mondjuk el, hogy ennél a dalnál ugye Thomas Mannnak a Mario és a varázsló. Igen, igen, arról szól az egész. Fő adja az alapvető, igen, arról van fel. A vakítás és a cirkusz. A Lacinek a mániája a cirkusz. És ugye ezt ő betette ebbe ő mindig elképzelni a sztorikat, és ezt a sztorit nem konkrétan írja meg. Hát amit mondtál igazán, hogy nincsenek már albumok sincsenek, igen. De az, hogy koncepcióalbum. Nála igen van. Nála mindig ez van. Szerintem a legutóbbi lemeze is az, ha most azt a Rejtő Jenőféle dolgot, amit csinált. Ez is egy koncept dolog. Ő mind csak ebbe tud gondolkodni, és ez tök jó. Tehát ez szerintem nem baj. Ő mindig nagy ívben gondolkodik, mindig albumban gondolkodik. Egészen elképesztő figura. Mondom, hogy nagyon sokat tanultam tőle. Azért is tudtam nagyon nehezen választani, megmondom őszintén, mert az egész album iszonyatosan erős. És az volt az első gondolatom, amikor ezt így végighallgattam úgy, ahogy volt, hogy 64 éves korában vette fel ezt Hobo. Igen, igen. De én nagyon-nagyon büszke lennék magamra, 64 évesen ilyen tökös albummal tudnék előrukkolni. Hát ő nagyon, az az igazság, hogy rám bízott egy csomó dolgot. És én nagyon sokat tépelődtem, hogy egy Hobo albumot csinálják el. Tehát egy olyat, mint ami a nevéhez hozzáfűzött. Mi volt a legnagyobb kihívás ebben? Az, hogy kellett tanulni egy olyan mesdjét, hogy a saját ösztöneimet kövessen, vagy pedig az ő ösztöneit kövessen. És mi lett a megoldás? A saját. Tehát, hogy ezek a saját ösztöneimet követtem, és őnek ez nagyon tetszett. Tehát, hogy ő ebben, ez egy nagyon nagy emberi nagyság szerintem, hogyha valaki hagyja magát. Tehát gondolj bele, aki 64 éves, mindenki ismeri, országos sztár, nem tudom hány díja van, vagy lesz. Tehát, hogy mind lett is, később lett, Kossuth díj, stb. Tehát, hogy ő hogyan tud elengedni. Áll egy út mögötte. Igen. És hogyan tudja ezt elengedni, hogy akkor nem olyan lesz, mint ami... Tehát ez egy egészen más lemez. A járt utat a járatlan érte. Igen. De egyébként szerintem ez nagyon-nagyon leleményesen oldottad meg, mert nekem az album hallgatása során, meg ezek, ha már erről a két számról beszélgettünk, igen, akkor ez egy ilyen rendhagyó dolog, mert én tényleg nem nagyon tudom külön választani valahogy ezt a kettőt, és aztán egy picit lehet, hogy jobban rátérünk tényleg a később van mára is, de hogy valami miatt azt érzem az egész albumnál nagyon koherensen, hogy az, amiről most itt beszélsz, a ti találkozásotok, tehát hogy egy zenész generáció, meg egy másik zenész generáció találkozása, az abszolút alányomata, tehát ez a Circus Hungaricus album, ez önmagában egyfajta ilyen lenyomat. Tehát ott van rajta az old school világ, ha például mondjuk a késő van már a gondolok, akkor azért az egy ilyen
Led Zeppelin-es, igazi vérből. Ilyen nagy, de közben meg ott van benne a modern sztori is, tehát hogy kicsit ez az Audioslave-es, nem akarok belemagyarázni az dolgot, de hogy mit tudom én, Rage-nél is, ez a sötétebb, ez a pusztító, tehát a rombolás művészete, mint olyan, az megjelenik benne, most tényleg jó értelemben, és mindezek mellett meg valahogy jól van összegyúrva, hogy Lenny Kravitznál sem mondjuk azt, hogy figyelj, olyan old school vagy. Közben meg gyerekkoromban is, akkor bekapcsoltam az MTV-t, azt hittem, hogy akkor ő most a Jimi Hendrix. Nem, ő csak úgy néz ki hasonlóan, meg a gitározás, meg a nem tudom én, hogy meg az a fajta old school rock and roll, de hogy közben meg modern a történet. Meg a felépítése modern. Tehát, hogy másképp van felépítve, tehát vannak kiállások, leállások, megállások, csak a riff. Hát a Csipolla az például abban zseniális szerintem, hogyha már ezt most így szóval volt, és köszönöm, hogy neked az inkább a személyes kedvenced, hogy egyszer csak ott megjelenik egy ilyen, például egy ilyen cirkuszi betét, ugye egy ilyen, mint hogyha egy vásár közepén lennénk, és ami egy abszolút egy ilyen régi Beatles, vagy egy Pink Floyd határ, tehát hogy ezekre nyilván ő is sokkal nyitottabb volt. Az más kérdés, hogy hangszerelésileg egyébként ez egy tök nagy kihívás, hogy például a rezeseket az ember mondjuk alkalmaz az albumon. Hát nekem mondom, beugrott egy ilyen, én elhatároztam ennél részt, hogy fogok meglepetéseket használni magam számára is. Tehát, hogy lesz olyan, hogy van egy dal, mondjuk most klasszikus rock hangszerésről beszélünk, van egy dal, amiben benne vannak ezek a hangszerek, és benne van ez a hangzás, az én metálos múltamból kifolyólag, és akkor csináljunk egy olyat, hogy mintha kifordulnál magadból egy pillanatra, hogy a hallgató is meglepődjön, tehát aki hallgatja, benne van a groove-ban, oké, menjen, ez csak legyen valami, ilyen cappás őrület, tudod, hogy történjen valami, egy ilyen totális kifordult valami, és hát a hobó kapva kapott, mert ő nem bír magával. Tehát amikor meghallotta ezt, azért hát vége volt. Arrogáns, Hestenor. Jött ez hát hatalmas, ületes tipacskodás folytott, de ez volt a cél. Egy cirkuszban ezt lehet. Hát ez lehet. Ez volt a cél. És akkor ott történik egy ilyen dolog, és talán visszamentünk egy gitárszó, és egy szóló vezeti vissza a dolgot, ami a demo egyébként. Tehát most a Csipollában? A Csipollában a gitárszóló az demo. Mert hát, nem tudtam megcsinálni még egyszer. Rendesen. Tehát amikor bementél a stúdióba, akkor nem játszottad azt fel újra? Nem, mert... nálam készült otthon az egész, csak én demóban megcsináltam ilyen kis szoftverizékkel, tudod, hogy nem mikrofonoztam, magamnak mutatóba, hogy ott lesz egy gitárszó, és akkor valamit ráráztam, és akkor meg kellett volna csinálni azt rendesbe, és nem tudtam. Hanem ott az a demó. Amit csomó... nem tudtad leszedni, vagy mert leszedni. Technikailag, vagy egyszerűen, vagy azt nem az tudtam, ízt nem tudtad? Nem, technikailag se tudtam megcsinálni. Hát tudom, az ember ilyen improvizál, kijönnek olyan dolgok, amiket tudatosan nem csinálna. És ott nekem kijött egy ilyen dolog, és próbáltam reprodukálni, mint a jó gyerek, hogy hát akkor jó, akkor most rendszer, itt vagy, de megvan, ott nézzük a gitárszólók, és akkor jó, tudom, manapság gitárszót kimondani, eleve, eretnekség, na mindegy. És akkor ott megpróbáltam, és nem sikerült. És mondta, hát... És így maradt. Hát akkor marad a demo. Azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy sokaknak álmatlan éjszakája volt azért, de demo maradt, és transzparensek elmennek a parlament elé, hogy szeretnék, hogyha rendesen feljátszanak. Oké, de az jutott eszembe, hogy a Slash könyvben van pont egy ilyen, amikor a Use Your Illusion, nem, bocsánat, még a melyik is volt, a Appetite for Destruction. Így van. És annak az album felvétele során valami buherált erősítővel, meg valami feltuningolt spéci gitárral, tehát nem is egy sima, ez egy replika volt talán, egy Les Paul, nem akarok hülyeséget, csak azzal mentek be, és ott lerakták valóval az erősítőt, és felvették, és őrület jól szól, és mindenki kérdezte, hogy hogy csináltátok, és mindig azt mondta, hogy hát nem tudom, hát oda mentünk, megcsináltuk, és eltelt pár év, és visszament ugyanabba a stúdióba, ugyanoda lerakta a már szuper jó erősítőt, meg már talán a saját signature gitárján játszott a Slash, és mondta, hogy nem tudták megcsinálni ugyanazt a hangot, azt a hangzást, ugyanabban a teremben, mert nem ugyanaz a gitár volt, pontosan, és nem ugyanaz az erősítés. Igen, de nekem az technikai kihívás volt, tehát én nem tudtam megoldani. Egész egyszerűen, és ez lehetetlen. Tehát nekem volt lehetetlen, hogy mit csináltam, de annyira fura az egész, tudod, meg annyira vitt a dolog, ilyenkor az ember, tudod, egy lemezet egyébként mindig elfelejtik az improvizációs részt. Ma már minden nagyon tudatos, tudod. Hát ki van találva, persze. Minden nagyon tudatos, túlzottan. És én meg de miért azt mondom, demozási folyamat volt, a nóta írása közben. És valahogy ez így, kiszaladt. Nem tud megcsinálni. Ennyire nem vagy tudatos sajnos, mert jó lenne. Viszont a szöveg és a zene tekintetében azt kell, hogy mondjam,
hogy azért is jó ez a két dal egyébként, amiről most itt beszélgetünk, tehát a Csipolla is, meg a Késő van már is, mert mind a kettő szerintem egy tökéletes kivonata az albumnak abból a szempontból, hogy hogyan szolgálja a zene a szöveget. Hát figyelj, mondhatnám azt, hogy... És ez a te érdemed. Mondhatnám azt, hogy ez direkt van, de nem. Tehát én mondhatnám azt itt most a rádió műsorban, hogy hát igen, hát nagyon sokat gondolkodtunk rajta, és nem tudom, mondhatnék ilyet. De ez nem így volt. Nekem erre az a válaszom, és az a gondolatom erre, hogy a szövegben már bele volt kódolva. Tehát egész egyszerűen... Te megkaptad a szövegeket? Igen, és már bele volt kódolva, hogy az micsoda. És nem azért, nem úgy volt belekódolva, hogy gondolkodtam rajta, hogy na most akkor húha, most ide az van belekódolva, hogy... hanem ezek ilyen tudatalatti folyamatok. Tehát ez... Zsigeri szinten jött egy ötlet, és azt mondtad, hogy Nészobból, én erre gondoltam, és ő azt mondta, hogy egyből, hogy oké, vagy mutattál három-négy különböző barát. Nem, mi úgy dolgoztunk, mutatta a szöveget, és megcsináltam dalokat. És megmondom, hogy őszintén egyet se dobtunk ki. Tehát, hogy ez így alakult. Az embernek... Azért egy nagyon nagy vonalú hozzáállás, mondjuk. A részéről? Igen. Tehát... Nagyon. Ő nagyon. Meg Zsigerben érzi az ember, hogy mi az, ami úgy diszonás. Tehát nem az volt, hogy akkor most na hú, de nagyon megfejtettük ezt az egészet, vagy jobbat. Hanem ez így valahogy így alakult. Ezt nem tudom másképp mondani. Erre van egy nagyon csúnya sztorim, de ezt most nem mesélem. Tehát, hogy valahogy így alakult. Mondok a Hobónak a zsenéltársáról. Tehát, hogy hogyan működik, elképesztő. Volt egy dala, ez a rakánul mindenki. Azt hiszem. És ő önmagával ellentétben ő írt egy nagyon rövid szöveget önmagához képest. Ő mindig ilyen 7 oldal, tehát hogy így sok húzni állandóan, mert ilyen 18 perces nóták nem lehet. Ez pont 6-8 perccel hosszabb, mint a Meatloafnak a bármelyik leghosszabb nóták. Szerinted. Tehát hogy azért az ő nagy regényeket ír. És nincs ez ellen baj, csak tényleg hát technikailag. És akkor volt egy, ami nagyon rövid volt. És én kértem őt, hogy hát hajjaj, új, na, ez nagyon rövid, ez 2 perc 30, fölnézem, jó, hogy mindjárt megírom, és akkor ne, én mindjárt megírom. És akkor itt, én addig, amíg összeszerkeztettem a nótát egy picikét hosszabb, hogy demozgattunk, tudod, raktuk össze, hogy néz ki. És mire végeztem vele, körülbelül egy ilyen másfél perc, addig ő megírt 4 verzét. És az rajtam van a lemezen. Ez úgy volt jó, ahogy volt. Hát képesztő. És tudod, ilyenkor az emberről lehull mindenféle álca, meg lehull az állarca, amikor ilyet lát. Tudod, hogy hú. Hát nem most az ugrik be hirtelen, amikor gyerekkoromban néha egy-egy ilyen lemezt eredeti példányban meg lehetett kapni, és rá volt írva, hogy ez az album 1979. augusztusától októberig készült. Hát akkor az Hobónál akkor mennyi lett volna, akkor 4 nap ebben a tempóban. Elképesztő. Tehát őneki ez az erőssége. Tehát ami a másik, ami unikális erre a lemezben, ami senki nem tud, az, hogy azt csináltuk, hogy demo énekeltünk nagyon sokat. Meg ő hozza magát helyzetbe. És akkor én galád módon a demo éneklést használtam. De ezt nem tudta? Később már tudta, de addig nem. Tudni, sokkal elazultabb volt, és sokkal természetesebb, amikor nem volt ilyen, és akkor én meg így gondoltam, hogy hát engem az érdekel, hogy milyen a hangulata, és milyen a spontaneitás az éneklésének, hogy mitől spontán ez az egész. Lehet, hogy ezért is ilyen ütős ez az egész album, mert hogy érzem ezt a fajta lazaságot, tényleg ezt a színházi lazaságot, tehát a jó értelembe vett ripacskodást, amit előbb említettél, amihez kell egyfajta felszabadultság. Hát meg rutin. Nyilván, meg hát azok az erős szövegek, igen. De hogy közben meg mégis nagyon sötét dolgokról mesél. Tehát, hogy olyan számomra folyamatos ilyen társadalomkritika van. Nyilván mindenki azt hall bele, amit szeretne. Amit akar. Igen, én például kiírtam egy olyan 2 sort, hogy kerestük, kutattuk, miben vagyunk mások, és nem, hogy miben egyek, barátok. Igen. És hogy kicsit olyan is, mint hogyha a szakmánkról is szólna egyébként, by the way. Ez mindenkiről szól. De hogy az egész országról. Ez a rendszerváltásról szól egyébként. Tehát ez igazából az a szöveg a rendszer. Értem. Az ő rendszerváltás. Ugye akkor te még ugye nagyon fiatal voltál, én meg elég fiatal. De olyan, mintha azóta is ugyanabban lennénk mindannyian, nem? Igen, tehát, hát az a baj, hogy... Hát ez az album, bocsánat, hogy belekotyogok, és szabad ne feled, csak hogy szerintem ettől is erős, meg általában minden albumra azt mondják, attól erős, meg attól tud valamit igazán, később is,
hogy örökérvény dolgok vannak be, és valahogy úgy van megfogalmazva egész, hogy mintha ezt mondjuk tegnap előtt adtátok volna simán, ki. Simán, elképesztő. Tehát ő ebben zseniális. Tehát a, pont, egyébként pont érdekes az, hogy, a, hogy eszem jutott valami, hogy ezen miben vagyunk egyek és barátok. Az Ákos írt egy nótát, az az ő dala lemezén. A mostan legújabb lemezén az a címe, hogy felülemelkedett. És ugye arról szól, hogy árokásás. De hát az ákokat nem lehet betemetni, mert tele van emberekkel, és akkor emelkedjünk fel, és ugorjuk át. Erről szól a dal. Ugorjuk át. De még azt, hogy nem tudjuk, ez is erről szól. Tehát miben vagyunk egyek, és mi vagyunk barátok, abban kell megtalálni ezt a dolgot, hogy, hogy jó, persze be lehet magyarázni ebbe az egyek, és másokba be lehet magyarázni mindenféle ideológiát, hogy akkor az individuum, stb. Stb. Tehát mindent be lehet magyarázni. De a, maga az alapgondolat tényleg ez. És, ugye a Hubónál erről beszélgettünk elég sokat. Tehát erről a dologról, hogy akkor, hogy épülünk mi fel ez az ország. És mindig az országról énekeltem, tudom emlékezni. Hát ezen az albumon tényleg van konkrétan igen. Ilyen, de tehát amikor direktben megfogalmazva, hogy mit tudja, 89-ben jött egy angyal, igen. Majd haraggal ment tovább. Nem igen, tudom, igen, most nem igen, jól idézem, igen, nem pontosan, de hogy megpróbált, és ő mindig megpróbálta ezt a dolgot, ezt jó, mindig megpróbált felülemelkedni. Még az olyan árakon is tudom, hogy azért emiatt őt az ütötték, vágták. És tehát megpróbált ő felülemelkedni. Ezt én nagyon becsülöm benne. Meg hát mondom, olyan zseniális szövegét, hogy el voltam tőle ájulva. Mondom, benne volt kódolva minden dalba az, hogy mi az a zene, ami ebbe szól. Most mondtad, hogy neked mégis a Csipola a kedvenced. Okay. De a lemezről nem a Csipola a kedvenced. Igen, csak hogy a két szám közül, ha már így egymás mellett vannak egyébként. És az is nagyon fontos, hogy szerintem nem véletlen, nyilván dramaturgia miatt, meg az egésznek van egy komoly dramaturgia, hát ez a honnan, hová. Azt ő nagyon tudja, igen. De hogy akkor mit változtatnál egyébként meg egyébként ebben a számban, a később a Már című számban most, hogyha lehetne, ha kéne? Kéne egyáltalán? Egy kicsikét... Más módszerrel venném fel. Hangzásilag? Aha. Más módszerrel venném fel, egyszerre venném fel. Mert tehát, nem hogy egyszerre. Együtt játszva? Együtt játszva venném fel a zenekarostól, igen, és utána még rátenni az overeket, ami szükséges. Együtt venném fel. Ez nagyon külön tehát, volt. Ezt csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy, mert hogy ugye többféleképpen lehet ugye felvenni igen, zenét. Igen, az egyik igen. Az, hogy leülsz a komputer elé, és akár te egyedül, akár egy dobgépre ráteszed, vagy igen. Valaki külön feljátsza a igen. Sávokat, mármint hogy csak a dobot igen. Külön, arra valaki rábasztus gitároz, átküld, mint igen. A gitáros neked, te rágítál, hát tovább küldöd. Te most az átküldőről beszélsz, akkor én még nem volt. Igen, tehát, hogy ez el kellett vinni. És van az old school verzió, hogy egyszerre bemegyünk, és akkor kigyullad a piros lámpa, és mindenkinek egy időben egy helyen kell nagyon toppol lenni igen. Ahhoz, hogy azok a jó energiák. Igen, én ezt tenném most. Biztos. Sokkal még karcosabb lenne az egész. Ugye a Hofer Peti dobolt rajta, meg a Barna bassgitározott, és ugye az volt ennél a nótánál, hogy én megcsináltam magát a demót, azt elküldtem mind a kettőjüknek. És mondtam, hogy ez nincs kőbe vésve, de fába vésve igen. Tehát, hogy azért ez úgy oda van írva, tehát, hogy oda van téve a dob, nagyjából micsoda, meg ilyenek, de nyilván próbáljuk, a Peti... 90%-ban. Igen, ezt ő megcsinálta úgy, és ettől volt olyan elképesztő, mert volt rá ideje. Tehát, hogy ezeket ő átpörgette az agyán, be is gyakorolt, tehát úgy jött a stúdióba, hogy így játszotta fel az egészet. Tehát a maximum két ték volt. De nekem azért furcsa ez, amit mondasz, mert közben meg olyan zenei pillanatok is vannak ebben a számban konkrétan, mint hogyha jammelnétek. Tehát igen. A direkt kiáll a Peti is a dobba, igen. Hogy legyen helye a gitárnak. Igen, például igen. Reflektálni mondjuk a szövegre, mert úgy alapvetően tényleg a szöveget próbáltok úgy aládúzolni értelemben. A szöveg volt meg előbb, és ez nagyon bizonyos szempontból szabadságot ad, keretet ad, tudod. Tehát elindulsz valahonnan, és van az előbb megvan a szöveg, és akkor azt kiszolgálod, hogy mit mond a dal. Persze nyilván elméletileg ennek kéz a kézben kéne járnia, vagy szerintünk kéz a kézben, most más mondhat róla bármit nyilván. De szerintünk kéz a kézbe kéne járnia, és akkor ezek így alakulnak, és az ember ül rajta egy kicsikét, és elkezd bátran bevállalni dolgokat dal. Nem érdekli az anyagi része a dolognak. Én ezt úgy csináltam ezt a lemez, hogy egyáltalán nem érdekelt, hogy mennyi pénzt fogok keresni. Az egész életem egyébként úgy szólt, azok voltak mindig a legjobb dolgok, amiket nem pénzért csináltam. Tehát, hogy ez... De ebben van logika. Mi volt a legjobb visszajelzés az album kapcsán? Beválasztották, ha jól tudom. De lehet, hogy én most azt mondtam, hogy beválasztották az 5 legjobb magyar lemez közé, ha jól tudom.
Azért ez egy elég jó visszaigazolás, hogy életem. Miért érdemes hát zenélni. Hát igen, hozzá kell tenni, életem első nem az, amit csináltam. Tehát én előtte nem csináltam egy lemese önállóan egyedül. Persze párban, meg hát, hogy többen. Te voltál a zenei rendezője, szerzője, mindene. Ugye tök egyedül, az nekem ez az első ilyen lemez. Ja, fura. De mondom, nagyon, nagyon szerették ezt az anyagot, meg nagyon elképesztő segítségem. Például a Sánta Gabi, akkor rengeteg jó vokálot csinált, akusztus gitározott rajta, aztán a Bori, a Sánta Gabi felesége, aki egy iskolába jártunk, igen, egy folyam, vagy nem tudom, vagy egymás fölött valat, nem tudom. A Kornélnak a brigádja, akik fújtak rajta, tudod. Fekete Kovács. Persze, Kornél. Igen, ők fújtak rajta az elején, a végén, meg aztán még a közepén is belefújtak egy-két ilyen izét, de ott barra vicces volt, mert iszonyú profik, tudod, tehát halálos profizmus van. És nekik meg el kellett játszani, hogy hülyén játszanak, igen, nem? Tehát igen. Ez a legnehezebb. És megcsinálták. De nagyon aranyosak volt, tehát hogy tényleg nagyon tök profi megcsinálták az egészet, tehát ugye nagyon flottul ment részükről minden. A Rozgonyi Peti keverte, de én kértem tőle olyan dolgokat, amikor csak így nézett szegényként, hogy miért kérek ilyet. Tehát nekem volt egy hangzás a fejemben, ami nem, hogy is mondjam, nem szokványos. Mert ez a lemez nem szól szokványosan. És volt egy olyan fejem, hogy nem akartam, hogy a dob úgy szóljon, mint egy dob, hanem hogy legyen az elkembe, nagyon kongjon a pergő, legyen egy ilyen mocskosság, a koszosság az egésznek, hogy mindenki a tisztaságra törekszik. És egy nagyon hálás dolog lehet, nem, hogy egy hangmérnöknek, aki egész életen át azon dolgozik, igen, hogy jól szegél. Szóló dobokat csináljon, igen, vagy ízes gitárokat kell, és akkor ne igen, úgy szóljon, hanem szóljon direkt valahogy másképp rosszul. De nekem meg volt a fülembe, hogy én tudtam, mit akarok. Mert ezt én sem magamtól találtam. Egy idő után nem hagytak aludni, mi, hogy ne álmodjál tovább. Megálmodtam a soundot. Én ezt tanultam, hogy én dolgoztam egy angol producerrel, Steve Lyonnak hívják, aki egy elég neves csávó, és láttam keverni, hogy mit csinál. És hát nagyon másképp csinálja, mint mi. Tehát, hogy ő külön keverte a dobot, és amikor összekeverte a dobot, nekem semmi köze nem volt ahhoz, hogy egy dob szól. De tényleg. Tehát, hogy önmagában nem szólt mondjuk, nem jól szólt, gondolom. Jól. Tehát, és így néztem, és mondta, hogy nyugi, relax. És amikor elkerült és összetette hangzere. A dolgokat, elájultam. Tehát, hogy ők már, tehát az angolok már, tehát másképp. Tehát, és akkor ezt én próbáltam átvinni ebbe, hogy akkor legyünk egy kicsikét ennyire brittek, hogy legyen egy ilyen bátran bevállalt. És hát Hofer Petinek se tetszett. Tehát ő is így kikerekedett szemmel nézett, hogy Jézus Mária, mit művelte, állat. Tehát amikor külön kiszólóztad a dobot, akkor nem? Elpstad a dobomat, tudod. Nem, hát vagy az nem, albumon. Hát mit csinálsz? Na, nekem állom, nekem így tetszik. Bocsánatot kérek. Hoztál magadtal egy másik dalt, igen. Ami neked tetszik ugyancsak. Igen, vicces. És én amiről nem tudok semmit. Nem. Igen, annyit hallottam, hogy nagyon vicces lesz a dal. Ennyit kaptam e-mailben. Miért vicces ez a dal? Azért vicces ez a dal, mert szerintem ez nem tudom igazából miért, itt tudom, egy televíziós műsorban hangzott el, és nekem azonnal belemászott a fülembe. Nincs is albumon, nem szerepel. És emlékeztem rá. A refrénre, és én rákerestem a YouTube-on, hogy ez micsoda. De bocsánat, most ugyanarról beszélgetünk, mert ugye az volt a kérés, hogy olyan számot hoz, ami magyar nyelvű. Ami nagyon inspiráló. Vagy amihez nagyon kötődsz, tehát szívügy. Kötöttem hozzá. És egy szignálzenét hoztál? Nem. Ez egy dal. 5 éven keresztül ment a fejemben a nóta, nem tudtam elengedni. Felkonferálom. Igen, légy, csak hallgassuk okay. Meg. A következő ott, hello. És utána elmondod, hogy miért. Miért? Dolák Sajó Róbert, a Bűvész című szám. Fanoptikum. A dal a miénk. Hú, hát itt vagyunk. Nagyon szépen köszönöm ezt az élményt. Nagyon szívesen. Szóval... Én erre a számra nem emlékezhettem, mert hogy akkor ez hivatalosan nem jelent meg lemezen, hanem ez csak műsorban volt, szerintem és ez csak egy más bűvész produkciójára emlékezhettem a Dolák Sali Róbertnek. Miért ezzel sújtottál le a mai nap? Azért, mert mondom, én ezt néztem pár évvel ezelőtt, és nekem beragadt a fejembe ez a nóta. Tehát benne maradt. És valószínűleg az maradt benn, valószínűleg a refrén maradt benn, mert szerintem ez egy sláger egyébként. Abszolút. Ez egy sláger. És szerintem nagyon jó dal. És beragadt a fülembe ez az egész dolog, hogy valaki ezt így elénekli, ki van domborítva ezen lányok, nők és csajok, és nem tudom micsoda, akkor mi
mi zajlhat bent az ő fejében ezzel kapcsolatban. És ugye ez itt, ugye megnéző ugye videón erről, ugye, hogy akkor ez így viccre van véve, vagy nincs viccre véve. Tehát ez egy ilyen nagy kérdője. Hát ők ebben mindig világbajnokok voltak, hogy fú, komolyan bemondták a legnagyobb hülyeséget is. És viszont. Igen. Tehát, hogy is fordítva. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy miről van szó, de annyira megfogott ennek az egésznek a nagyon rezeg az egész dolog. Tehát nekem nagyon tetszik ilyen határvonal, hogy a szöveg például elképesztő. És mondom, bemaradt a fejembe, és annyira zavart, hogy soha nem találom sehol. Meg akartam hallgatni még egyszer, rohadt hosszú meghallgattam. Nekem annyira fogós a refrén, tehát nekem mint közönség tetszik. Tehát a szakmailag vele sem megyek, mert ha nekem tetszik egy dal, engem abszolút mértében nem érdekel, hogy a szakmailag milyen. Nem tudom, hogy milyen. Nagyon tetszik. Elképesztően jó. Van egy hang, hogy nyilván ilyen 80s dolog. Tehát... Kicsit lehetne ilyen kiadatlan KFT is, nem? Vagy nem kicsit, tehát, hogy igen, igen, a KFT-nek a policos időszakából. Igen. Igen, lehetne. Simán. De mondom, annyira meg ugye a Dolágsali Robert, ugye jól tanulja a Konzsuzsával zenét elég sokat, szerintem dalokat is írt neki, meg ilyen, tehát ő azért úgy ő egy aktív muzsikusnak tűnik nekem. Gyerekzenéket írt igen, sok mindenkinek. Igen, igen, tehát ő nekem egy ilyen... Saját magának is mai igen. Napig ugye van saját műsor, tehát ő nyomja, ezt csinálja, igen, tehát igen. Aktív énekes dalszerző. És ebből hallott, hogy itt ott az, ahogy összeér a refrém, azok a harmónia összeér az énekkel, az varázslatos. Tehát nekem az, hogy Jézusom, mert nekem mindig az volt az én mániám, hogy megy egy dallam, vagy egy harmóniakör, nyilván ezek jó esetben összefüggenek. És vannak pontok zenékben, amiért érdemes megírni egy dal. Az van, hogy egy-két random kérdést még hoztam, és okay. Nem is tudom, hogy melyiket hagyjam ki. Ezek teljesen össze-vissza, okay. Tehát abszolút nem a Hobo albumhoz kapcsolódnak, de természetesen veled kapcsolatosak. Az egyik ilyen kérdés az, hogy azt nyilatkoztad egyszer, hogy díszlet vagyunk a színpadon. Ez a szomorú realitásról szól, mondjuk egy nagyon karizmatikus vagy erős frontember mellett, vagy ez az alázatról? Mind a kettőről. De én ezzel azt szerintem azt értettem, hogy a mai koncert gyakorlata világszinten, ami most van, az gyakorlatilag nyilván az főre előadóról van kihegyezve, és a produkcióknak a nagyon nagy része gyakorlatilag egy számítógépről hallatszik. Tehát, hogy meg a látvány a zenének, megnézel. Tehát, hogy a cirkusz az most is cirkusz, csak másképp, tehát nem valós. Igen. Tehát én azt látom, tehát mint elmész egy fesztiválra, vagy megnézel egy külföldi fesztivált, látsz egy mai trendi előadót, az kiáll a színpadra egyedül, van mellette 10-8-12 táncos, áll hátul egy fickó egy laptoppal, és nyom egy play gombot. Tehát nagyjából ez a realitás most. Én ezt látom, és ezért gondolom, hogy díszletek vagyunk. Tehát a közönséget mi annyira nem érdekeljük. Tehát, hogy mondok egy történetet, nem mondott neveket. Játszottunk valahol, mindegy, lement, jöttünk el, és a billentyűs havarommal, a Závodi Gabival éppen elhaladtunk a busz felé, amiben beszálltunk volna, és a következő, ott támaszkodott egy bácsi csuhogott joggingban, és a következő csúnya szavakat nem merek használni, de csúnya szavakat használ. Lehet nyugodtan, mert végül is már kikerült a kicsit 18-as karikára a Hobo szöveg. Igen. Láthatatlan. Akkor mondom. Minket csak a Magdika érdekel. Az zenekar menjen a picsába. Ez volt a reakciója. És nagyjából körülbelül ez a realitás. Tehát ezekkel számolnunk. Tehát, hogyha valaki azért megy el zenésznek, mert hírnévre vágyik, az mellélő. tehát az mellélő erre a dologra, mert igazából az embereket nem érdekli, hogy ki van ott. Elképesztően sok mindenkivel zenéltél az elmúlt években. Nagyon-nagyon sok mindenben kipróbáltad magadat, tehát beszéltünk ugye itt a reklámzenéről, a filmzenéről, mindenről. Igen. Nyilván mindenkinek vannak tervei erre az évre, igen. Meg úgy általában mindig vannak aktuális tervei. Mi igen. A helyzet a saját szólod albumoddal, amire azt mondtad már nem tudom, 5 évvel korábban, hogy már 8 éve készül. Nem, hát mindig jön valami, amit meg kell csinálni. És én egy ilyen teljesítő figura vagyok. Tudod, jön, teljesít, megy. Tudod, tehát ez a figura vagyok, és mindig jó, akkor félreteszek valamit, és akkor azt megcsinálom. És tehát akkor... cirkuszi kifejezés, ez a van másik? Van igen. Tehát, hogy mindig van másik nyuszi a kalapban, amit lehet rántani. Vagy elő kell.
vagy rám dobják. Tehát, tehát hogy meg kell csinálnom még ez egyszerűen. Vagy azért, mert pénzt kell keressek, meg az ember pénzt kell keresnie, vagy az van, hogy ja, persze, megcsinálom, hú, de jó, azt is megcsinálom, mint a gyerek a cukorkaboltban. És én még a mázisták közé tartozom egyébként, én nekem rohadt ne szerencsém. Van most valami priorban? Most van, most egy filmzenét csinálok, az a címe, hogy Szia életem, az a Rónyi Gábornak a filmje, és már csinálom. Nagyon nehéz holnap feladat. Holnap utára kell elkészülni? Nem. Hát életem első ilyen feladata, ahol van idő. Életemben először. Félek is tőle, pont ezért. Hogy van idő molyolni. Igen, félek tőle, hogy van rá idő, meg nem nehéz ügy, mert kétsíkú történet, két különböző zsánerű filmzene egyszerre. Eltalálni azt, amit úgy el kell találni, és ebben nem olyan könnyű. Ez van, meg én most mondom, csinálgatom a saját dolgomat, azt mindenképpen, ugye az Ákossal, meg közben csinálunk egy pár nótát, most éppen, tehát hogy így van azért dolgom, már Isten. Nagyon sok nyuszi lapul még abban a cilinderben. Ne, hát mondom, amit majd így nekem húznak ki. Tehát félek, kicsit már úgy érzem magam, hogy nem is én irányítom az életemet, hanem egész egyszerűen bevagy a tévés sávba, valaki hátul is felhúz, tudod, és az energy megvan? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, még megvan, még ott tartok, hogy megvan. Aztán majd lehet, hogy majd az lesz, hogy egyszer megmondom az egészet, és nem tudom, nyitok egy illatszerboltot, nem tudom, és mondtam valamit. Valami nagyon mást, igen. Gitározni mindig szerettem. Azt, hogy mennyire tudtam, azt nem tudom, de mindig szerettem. Nekem mindig egy ilyen varázslatos dolog volt. Tök jó. De már nem minden áron csinálok meg dolgokat. Szóval mennyire tudsz gitározni? Most tudom, hogy lassan már mennünk kell, de azért azt elmondanám, hogy mi nem nagyon ismerjük egymást. Nem. 1000-2000 egy-egy Hello erejéig váltottuk egymást, igen, öltöző, igen, vagy forgatás, igen, nem tudom. És volt egy olyan élményem, amit szerettem volna mindig elmondani, de ezekben a Hello-kban nem nagyon tudott kiteljesedni. Igen. Pár évvel ezelőtt az Artisjusznak tulajdonképpen egy zenei díjátadó volt, a fonogram díjátadó. Igen, fonogram. Magdival volt. Igen, és ott voltak élő produkciók, mindegyikben vannak élő produkciók, amik színesítik a műsort, és ti játszottatok meglepő módon népdalokat, egy népdalfeldolgozás. Kitaláltuk. Egy ilyen csokrot. Igen. Én nem hallottam még senkitől itthon így szólni akusztikus gitárt, mint ott akkor. Köszi. Egészen elképesztő élmény volt, és csak ezt szerettem volna mondani, hogy ez egyébként ennyivel lett volna több, mint a Hello, de soha nem volt ennyi. És már fanoptikum is, és a zenszeretetről van szó, meg arról, hogy respektáljuk egymás munkáját. Persze. A múltba visszamenőleg is. Miben vagyunk a nagy öregeket, meg miben vagyunk egyek. Tudod? Úgyhogy köszönöm szépen köszönöm az élményt. Nagyon szépen köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartottak, hogy hallgatóknak, sziasztok. Most már mondhatjuk, hogy nézőknek is, reméljük ki fog kerülni ez a YouTube-ra. És jövő héten szerdán várunk mindenkit vissza ugyanide. Addig pedig remélem, hogy mindenkinek zenében sokkal gazdagabb egy hete lesz. Ez volt a Fanoptikum. Nagyon szépen köszönjük Madarász Gábor Madinak. Én köszönöm, sziasztok. És búcsúzunk a stáb nevében. Sziasztok, én Delovjávor voltam. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok itt a YouTube csatornán, és bizonyára feltűnt nektek is, hogy sajnos szerzői jogi okoknál fogva az eredeti számokat nem adhatjuk itt le a YouTube-on, azonban van itt egy leírás alul, amelyben összegyűjtöttük azokat a dalokat, amelyekről ma beszélgettünk, és természetesen, hogyha esetleg Spotify-on vagy a Beat-nek a csatornáján hallgattátok meg a podcastet, akkor az rátok nem vonatkozik, hiszen ott a dalokat lejátszhatjuk, ellenben itt a YouTube-on ez a helyzet, és köszönjük szépen, hogy veszitek a fáradtságot és az időt, hogy még külön ráhallgattuk a dalokra. Köszi a figyelmet! Fanoptikum. A dal a miénk.